Kecskemét albérletárai még nem voltak ilyen magasan. A regisztrálók száma folyamatosan nő a digitális állampolgárság programban. Augusztustól új igazgatók kezdik meg munkájukat több kecskeméti oktatási intézményben. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját, a híres híreket látják csütörtök este 19 órakor. Kecskemét albérletárai még nem voltak ilyen magasan. Egy panel vagy téglaépítésű egyszobás lakást 90 ezer forinttól adnak bérbe jelenleg. Mégis kevés a kecskeméti albérlet ahhoz képest, hogy mekkora a kereslet. Dolgozók, egyetemisták és házaspárok igénylik legtöbbször a jó helyen lévő, újszerű vagy korszerűen felújított albérleteket. Kecskemét nagyon vonzó célpont lett, ezért már augusztus és szeptember hónapban megjelennek a befektetők is. Kecskeméten jelenleg nincs elég albérlet kínálat, mint amennyire szükség lenne. Az albérlet árakat javarészt az ingatlanárak növekedése és a hitelek törlesztő részlete határozza meg. Jelenleg városunkban nagyon magasak az ingatlanárak, ezt a kedvező kamatozású hitelek is befolyásolják. Kecskeméten nagyon-nagyon kevés albérlet van ahhoz képest, amennyien érkeznek dolgozni iskolába Kecskemétre. Most nagyon kedvelt lett Kecskemét, nagyon sok befektető vásárol emiatt most ingatlant, lepukkant lakásokat újítanak föl, korszerűvé teszik és így adják ki. A kiadó ingatlanok ára függ az újszerűségüktől, korszerűségüktől és az elhelyezkedésüktől. Egy panel vagy téglaépítésű egyszobás lakás 90 ezer forinttól indult 110 ezer forintig, a kétszobás 120-150 ezer forint, míg a háromszobás lakás már 150 ezer forint fölötti kategóriába esik városunkban. A szakemberek azt javasolják, hogy az egyetemisták határozott időre, de minimum egy évre vegyék ki a kiválasztott bérlakást. Iskolásoknál az azért fontos, illetve a bérbeadó szempontjából is azért fontos, mert egy évig biztosan ki van adva azon az áron az albérlete, illetve a főiskolást, egyetemistát sem dobják ki az albérletbe egy jobb ajánlat esetén. Tehát az egy évet azt mindig szoktam javasolni. Egy albérlet esetében egy havi bérleti díjat és két havi kaukciót kérnek általában. Kecskemét kedvelt részei a belváros, az egyetem környéke és az olyan lakóparkok, amelyek közelében bevásárlóközpontot is létesítettek. Mint arról már beszámoltunk, indul a digitális állampolgárság program. Ősztől egyre több ügyet lehet mobiltelefonról intézni, és május 18-ától már lehetett előregisztrálni a kormányablakokban. Utána jártunk, hogy milyenek az első tapasztalatok a hivatalban. A regisztrálók száma folyamatosan nő a digitális állampolgárság programban. Az ügyfelek tájékozottak és nyitottak az új digitális platformra, mondta stábunknak Cseh Tamás hivatalvezető. A fiatal generáció mellett a középkorosztályú ügyfelek is nagy érdeklődéssel keresik fel a kormányablakokat az előregisztrációval kapcsolatban, így az első tapasztalataink pozitívak. Ahhoz, hogy valaki digitális állampolgárrá tudjon válni, egy felhasználói profilt kell neki létrehoznia. Ez a felhasználói profil létrehozása gyakorlatilag egy személyes személyazonosság igazoláshoz kötött. Ez a személyazonosság igazolása zajlik most jelen pillanatban, május 18-a óta egészen szeptemberig előregisztráció formájában a kormányablakokban, de szeptembertől lehetőség lesz, aki rendelkezik e-személyigazolvánnyal online is ezt a felhasználói profilt létrehozni. Pár perces ügyintézést vesz igénybe az előregisztráció, egy alkalommal fel kell keresni valamelyik kormányablakot, vinni kell egy arcképes igazolványt, ami lehet személyigazolvány, jogosítvány vagy útlevél, és egy olyan mobiltelefont, amelyre már telepítettük a digitális állampolgárság alkalmazást. A digitális állampolgársági program egy teljesen új digitális platform, amely alapjaiban fogja megváltoztatni a jövőben az eddig ismert és használt elektronikus ügyintézést. A digitális állampolgársági programnak a célja, hogy egy hatékonyabb, gyorsabb és személyes jelenlét, tehát nem igénylő ügyintézést tudjunk biztosítani az állampolgárok és a különböző állami szervezetek között. Az új alkalmazás segítségével mobiltelefonról lehet időpontot foglalni a kormányablakokba a legnépszerűbb ügytípusokban. Szeptembertől mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél, nem kell magunknál tartani a személyigazolványt. A mobil alkalmazásban egy helyen meg lehet majd találni a személyes adatokat, amelyeket hitelesítve le lehet tölteni és továbbítani, ami könnyíti az ügyintézést.
Digitális aláírásra is lehet majd használni az alkalmazást, az így létrehozott dokumentum közhiteles magánokiratnak minősül, amit az EU minden tagországában elfogadnak. Elérhetővé válik a digitális erkölcsi bizonyítvány igénylése is. Az alkalmazással egyszerűen, biztonságosan egy QR kód beolvasásával lehet majd belépni az állami szolgáltatások felületére, mint az ELSZIA vagy a magyarország.hu. Tavasszal a Kecskeméti Tankerületi Központ 10 kecskeméti iskola vezető posztjára írt ki pályázatot a vezetői megbízások lejárta miatt. A beérkezett főigazgatói-igazgatói pályázatokat június 28-áig, a tagintézmény igazgatói pályázatokat július 15-éig bírálták el. Az eredmények alapján legtöbb oktatási intézményben újrázhatnak a jelenlegi igazgatók, de vannak új intézményvezetők is. Augusztustól új igazgatók kezdik meg munkájukat több kecskeméti oktatási intézményben. A Kecskeméti Tankerületi Központ tájékoztatása szerint új vezetője lesz a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola gimnázium szakgimnáziumnak dr. Iczés Tamás személyében. Új tagintézmény igazgató irányítja majd a következő tanévtől a Kecskeméti Egymi Autizmus Centrum óvodája, általános iskolája, készségfejlesztő iskolája és fejlesztő nevelés oktatást végző iskoláját Kutasi Gábor Vera személyében, de új igazgató Árva Tóth Zita irányítja majd szeptembertől a Széchenyi Városi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskoláját is. A Kadafalvi Általános Iskolában viszont nem sikerült igazgatót választani. A Kecskeméti Tankerületi Központ arról tájékoztatott, hogy tagintézmény igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás jogszerű, érvényes, de eredménytelen volt. Információink szerint a gyakorlatban azt jelenti, hogy itt a központi iskola igazgatója, Szalainé Mónus Ildikó jelöl majd ki valakit a feladat ellátására. A Kecskeméti Református Gimnázium élén is új igazgató kezdi meg munkáját, Tóth Imre volt igazgató helyettes személyében, aki Szenes Mártonné Duruc Annát nyugdíjazása után követi az iskola vezetői poszton. A többi kecskeméti oktatási intézményben pedig továbbra is a régi igazgatók töltik be a vezetői posztot. Az új intézményvezetők hivatalosan augusztus 16-ától kezdik meg munkájukat, és megbízásuk 2029. augusztus 15-ig szól. A teljes lista megtalálható a híres.hu oldalunkon. Az előttünk álló hosszú hétvégén és az ünnepen várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon és a távolsági buszokon, mint egy átlagos hétvégén. Erre készülve a MÁV Start figyeli az utasforgalmat, és ha kell, több kocsival indítják az Intercity vonatokat. A MÁV és a Volánbusz azt kéri, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi és hétvégi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, használni az automatákat, vagy online megvásárolni a jegyet az Elvirán, vagy a MÁV applikációban, ahol már a Volánbusz járataira is megválthatók a helyközi menetjegyek és a helyjegyek. Az államalapítás, Szent István napja, valamint a Magyarok kenyere ünnep alkalmából megemlékezést és kenyéráldást szervezett Kecskemét megyei jogúváros önkormányzata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun vármegyei szervezete. Az esemény augusztus 20-án 18 órakor lesz megtartva a Szent István szobornál. Emellett ezen a napon veszi kezdetét a Hírös Hét Fesztivál. Augusztus 20-án az államalapítás és Szent István napján, valamint a Magyarok kenyere ünnepe alkalmából számos program a szervezett Kecskemét megyei jogúváros önkormányzata, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun vármegyei szervezete. Augusztus 20-án 18 órakor a Szent István szobor előtti területen tartanak megemlékezést, ahol ünnepi beszédet mond dr. Szabó Ildika, a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója. A Magyarok kenyere programot Göbölyös Károly, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun vármegyei szervezete vidékfejlesztésért felelős alelnöke ismerteti majd a résztvevőkkel. A kenyéráldást Fecák László görög katolikus lelkész, dr. Finta József érseki helynök, római katolikus plébános, Hajdusz Mala Patrik evangélikus lelkész, Szabó Csengele unitárius lelkész, valamint Varga Nándor református elnök lelkész mondja. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Kecskemét Táncegyüttes táncosai és Lackó András, a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola tanulója. A Híres Agora Kulturális Központ szervezésében augusztus 20-án 14 órakor a Színes Szőttes nemzetközi táncelőadását láthatják az érdeklődők.
17 órakor megismerhetik a Városháza dísztermében a Híres Hét 90 évét. 20 óra 15 perckor sor kerül a Híres Hét Fesztivál ünnepélyes megnyitójára a főtéren, 20 óra 30 perckor pedig a Szájfel Szabadmadár koncertshow kezdődik a főtéren. Jövő héten híres vacsora lesz Kecskeméten. A Bács-Kiskun vármegyei iparkamara szervezésében ismét megrendezésre kerül a jótékonysági vacsora, melynek a bevételéből a szakképzésben résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat támogatják. Augusztus 22-én csütörtökön 16. alkalommal rendezik meg a híres vacsorát itt a Szent István téren. Az elővételes jegyeket már csak péntekig lehet rá megvenni. Elmúlt években közel 1700 és 1000 közötti kecskeméti polgár fogyasztotta el a vacsoráját kiváló hangulatban. Idén is úgy néz ki, hogy szép sikerre számíthatunk, már eddig több mint 500 jegy kelt el elővételben. Azt még megjegyzem, hogy aki nem tud eljönni, de a cél tudja támogatni, ők 2500 forintért támogató jegyet tudnak vásárolni. Az est mottójai vacsorázzunk együtt és segítsünk közösen a szakképzésben résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak. A vacsoráknak köszönhetően az elmúlt 16 évben körülbelül 160 diákos sikerült támogatni, összesen 6,5 millió forinttal. Ez könnyű belátni, hogy a vállalkozások számára a szakember a legnagyobb érték, és ennek az utánpótlása egy folyamatos feladat, ami manapság nem is könnyű, mert szinte minden szakmában munkaerőhiánnyal küzdködünk. A jótékonysági vacsorát a kecskeméti csárda csapata készíti majd el, és kétféle menüsorból választhatnak majd az érteklődők. Ha valaki lemaradna az elővételes jegyekről, az jövő hét elején, sőt még a helyszínen is vásárolhat majd magának jegyet. Idén is biztosítanak lehetőséget támogatói jegyek vásárlására. Azok, akik személyesen nem tudnak részt venni a rendezvényen, támogatói jeggyel tudják segíteni a rendezvény célját. Hetek óta nem esett egy csepp eső sem, mindenki igyekszik locsolással pótolni a hiányzó vízmennyiséget. Szerencsére Kecskeméten nem kell aggódnunk amiatt, hogy vízhiány lépne fel a kánikulában. A Bácsvíz ZRT összesítéséből kiderül, hogy a nyári hónapokban a vízfogyasztás a trendeknek megfelelően jóval, megközelítőleg 14%-kal magasabb, mint egy tavaszi-őszi hónapban. Idén az átlagos nyári napokon a vízfogyasztás 26.500 köbméter per napra emelkedhet. Egy újabb, közel 10%-os növekedés azonban a kecskeméti vízműtelep tervezett kapacitását még így sem közelíti meg. 80 éves önkéntesei ünnepi felköszöntését tartotta meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportja szerda délután. Az ünnepelteket gyertyafényes bevonulással köszöntötték a Három Gunnár rendezvényházban, akik nem csak ajándékot kaptak, hanem egy korai vacsorával is megvendégelték őket. Ünnepi hangulatban gyertyafényes bevonulással vette kezdetét a szépkorú önkéntesek köszöntése szerda délután a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ünnepségén. A Három Gunnár rendezvényházban megtartott rendezvényen szép számmal voltak jelen a 80 éves ünnepeltek mellett a kecskeméti szervezet munkatársai és önkéntes segítői, akiknek zenés műsorral, ajándékkal és kora esti vacsorával kedveskedtek a szervezők. Rigóné Kis Éva, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjának régióvezetője, megköszönte minden önkéntesnek a segítő munkáját. Ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy számukra a szeretetszolgálat a hitvédelme és a rászorultak segítése. Dr. Rigó Orsolya, a szeretetszolgálat helyi csoportjának vezetője is kitért arra, hogy a szolgálat nem csak szolgálat, szereteten kell, hogy alapuljon, és ígérte, hogy a jövőben is igyekeznek ezt megvalósítani. Az eseményre ellátogatott Lackó Zsámboki Angéla önkormányzati képviselő is, aki a város nevében megköszönte az önkéntesek áldozatos munkáját és segítségnyújtásokat a rászorultakon, külön köszönte, hogy támogatják a közösséget és elősegítik a pozitív változásokat. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Kecskemét albérletárai még nem voltak ilyen magasan. Egy panel vagy téglaépítése egy szobás lakást 90.000 forinttal adnak bérbe jelenleg. Mégis kevés a kecskeméti albérlet ahhoz képest, hogy mennyi kereslet lenne rá.
Indul a digitális állampolgárság program, ősztől egyre több ügyet lehet mobiltelefonról intézni, és május 18-ától már lehet előregisztrálni a kormányablakokban. Tavasszal a Kecskeméti Tankerületi Központ 10 Kecskeméti Iskola vezetői posztjára írt ki pályázatot a vezetői megbízások lejárta miatt. Az eredmények alapján a legtöbb oktatási intézményben újrázhatnak a jelenlegi igazgatók, de vannak új intézményvezetők is. Jövő héten híres vacsora lesz Kecskeméten. A Bács-Kiskun vármegyei iparkamara szervezésében ismét megrendezésre kerül a jótékonysági vacsora, amelynek a bevételéből a szakképzésben résztvevő, szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat támogatják. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm kollégáim nevében is ma esti megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Pénteken napos időre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel. Többnyire mérséket lesz a légmozgás. Hajnalban 20 fokot, napközben 38 fokot mérhetünk. Szombaton sok napsütés várható gomoly és fátyol felhőkkel. Általában mérséket lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 21 és 26 fok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között alakul. Vasárnap a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk. A keleti-dél-keleti szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. A minimum hőmérséklet 22 és 26 fok, a maximum hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.